itt elindulni elég nehéz. Tehát én mindig itt szoktam. Kiválasztom a közepét a bundájának, és akkor egyszerűen a leghosszabb szőröket szépen fogom és így kihúzgálom. Az ujjaitok közé fogjátok, ott lehet látni, hogy meddig sötét. Na, odáig kell a hosszú szőröket szépen kitépni a kutyáról. Ezeket kis apró mozdulatokkal szépen finoman borzoljátok szét a szőrt, hogy egyszerre csak 2-3 szálat húzgáljatok ki. Na, ilyen hosszú lehet a tavalyi alom kiskutyáinak a bundája, mint a Bubukájé. Így elindultok itt, ezen a részen, és amikor már elérkeztetek egy darabon, akkor lehet fordulni ide az oldalához, mert ilyenkor egy csodás ilyen nagy gallérral rendelkeznek, ami tavasszal egy kicsit riasztó, és egyszerűen ezt is megfogjátok az ujjatok közé, ilyen egyszerű, egyenletes mozgással kitépkeditek a hosszú szőröket. Ezek nem fájnak a kutyának, legalábbis, hogyha nem marokszámra fogjátok, akkor nem érzékelitek. És amikor ezeket így körbe, szépen mindig fogtok egy tincset, lehetőleg sorjára haladjatok, mert akkor szépen meg lehet látni, hogy mi következik. Mikor ezt így szépen körbe kitéptétek, nyáj, ne unjad, akkor kaptok egy szép kis kerek fejecskét, ami igazából a kernek a jellegzetes frizurája. Igen, tudom, hogy unod, de ezt csinálni kell. Na most azért ne rösteljetek a kutyára rászólni, kicsit erős, teljesebben bántani nem kell őket. Ez egy borzasztó türelem gazdának és kutyának egyaránt szükséges. Lassú folyamat, lassan lehet haladni, akár egy hétig is csinálhatjátok nyugodtan. A tatár nem hagy senkit, akár hétvégeken is meg lehet csinálni. Aki nem kiállításra készíti fel a kutyáit, az szépen nyugodtan végighaladhat ezzel a folyamattal. Szépen kis kézmozdulatokkal, közben a fésűvel lehet igazgatni, hogy lássátok, hogy hol hosszú még a kutyának a szőre. Ez ennyiből áll gyakorlatilag, hogy ezt így szépen körbe kell tépőgetni. Na most, aki türelmetlenebb, már a kutyára gondolok, annak adhatok egy-egy csontot, ilyenkor ilyen jó nagy marha csontot főzve, természetesen, vagy a kedvenc játékát, ha van, amivel elbíbelődik, és akkor talán türelmesebben fogja tartani a kis fejecskéjét. Egyébként már látszik, hogy mennyinek kell lenni a sima szőrnek, és ez innen mind le fog kerülni. Tehát ez adja meg a vonalát, és ehhez lehet már a többi szőrt hozzátépni. Ugye lehet látni, hogy tudom megtépni, és minek kell maradni. Egyébként szépen elválik a sötétebb alszőr, ami egy egyforma hosszúságú, és a világosabb fedőszőr. Itt lehet látni azt, hogy én meddig haladtam el egyenlőre. Na most, hogyha a kutyának a füle elég szőrös, akkor ezeket a picike kis szőröket is innen ki lehet szedni egész nyugodtan, hogy csak az az egyenletes színű barna szőr maradjon, úgy kívül, mint belül, hogy ennél a fülvonalnál följebb szőr ne álljon ki a kutyáról. Sőt, ha itt belül be van nőve a kis füle, tele szőrrel, akkor azt is egyszerűen megfogjátok, mikor sikerül elkapni, vagy pedig megfogjátok a fülit, és egy-egy ilyen határozott mozdulattal 2-3 szőrt összefogva, bubóca, maradj egy picit, bubukám, egyszerűen kitépkeditek, ami nagyon benne van a fülébe. Ugye le szépen? Fájni nem fáj neki, csak ő még abszolút nincs hozzászokva ahhoz, hogy trimmelve van,
meg a tiétek se lesz. Így ez egy jó kis türelemjáték végül is. Meg ilyenkor kell egy segítség, aki vagy ülteti, vagy így szembeáll a kutyával, és szépen itt megmarkolja a kis pofikájának a szőrit, vagy matatgatja, és akkor így tudtok segíteni annak, aki közben dolgozik. És mindig úgy kell kutyát fogni, mert hát ezt élvezik, ha itt vakargatják, hogy a másik tudjon közben dolgozni. Na most, a kis pofiáról is, amit ha megfésülgettek, ott is szépen jó van bugoca. Ami nagyon hosszú szőr, ugye most nekem nincs segítségem, mert a segítségem az kamerázik. Ami nagyon hosszú szőr, ezeket is így szépen apránként 2-3 szálat, éppen hogy az ujjatok begyével összefogtok, és ezeket innen ki lehet szedegetni. És a kis kefe pofikáján éppen hogy csak a leghosszabbakat. És így lesz állandóan jó kis borzos kis lükefejük ezeknek a kutyáknak. Nézd csak ide, bubóca. Így. Ezt mindig így fölfele fésüljétek, hátulról itt már hátrafele. Itt lehet látni, hogy elválik a szőr, amit már megtrimmeltem, és milyen az, amit még nem trimmeltem hozzá. Ezek így jönnek ki, ezek a szőrök. Úgyhogy ezt az ujjatok között szépen mindig húzgálva, bátran és határozott mozdulatokkal nyugodtan kiszedhetitek. Egy biztos kinő, mint a mi hajunk, úgyhogy csúnya dolgot nem tudtok vele elkövetni. Na most én mutatnék egy másik kutyát, amelyik éppen alszik. Gyere, Balukám! Gyere, édesem! Gyere ide! Jaj, te kis Balubaba! Gyere, édesapa! Na most Balut már egy részén megcsináltam, csak hogy lássátok, hogy is alakulnak ők. Balunak már a feje szépen körbe van trimmelve. Azt hiszem, hogy lehet is látni, hogy van egy kis szemét rajta. Azt hiszem látszik is, szólj csak neki, Anika. Balu, nézd csak. Azt hiszem látszik is, hogy az ő kis feje már kis kerek pofikája van. Tehát az a nagy gallér teljesen le van tépve innen neki. Még itt megvan a szőre, amit meg szeretnék mutatni nektek, hogy szépen ki kell fésülni. Na, de másképp nem tudok odajulni. Balukám, meg másképp nem esik kezemre. Egyet főbalcsipám. Akkor veszitek ezt az ollót, aminek a felső részén kell, hogy legyen a kezetekbe a nyírókája, és egyszerűen ilyen szép mozdulatokkal lenyírjátok itt a melkasán, ahol neki fájdalmas az a tépés. És ez nem üt el, ez nem nyírást jelent, hogy most megnyírtuk a kutyánkat, hanem egyszerűen nem bántjuk annyira, hogy most ő itt vinyogjon, nyűszítsen, és ez ugyanolyan szépen nő majd, mint ahol. Persze megpróbálkozhattok avval is, hogy itt is trimmelitek, mert van, amelyiknek szépen jön, van, amelyiknek viszont nagyon kevésbé. Itt egy ilyen szép, rövidkés szőrt kell kapjatok. Ezt a szőrnyírást egész a két mellső lába közéig kell folytatni, mivel nem lehet olyan szoknyás szőre, mint a vesztiknek. Tehát egy ilyen szép, és akkor már amit hosszúnak találtok, azt így utólag szépen még ki lehet cicomázni. Tehát, ha egy alapos fésülés van, akkor látjátok, hogy mi az, amit le kell vágni. Egy pár hosszú szál, ami ott marad, esetleg azt szépen új beggyel megint megfogjátok és kinyírjátok. És ez szépen itt is a algalléron is.
ugyanúgy, hogy ne legyen hosszú a bundája. Bubuka, vagy Baluka. Maradj csak. Maradj csak, Baluka. Balcsika. Na most itt még van természetesen trimmelni való is, mert az azért szépen elválik, hogy hol van az, ami kész van, hol van az, ami melkasán, már mikor itt elhaladtok. Gyere, Balukám. Így már azt hiszem, hogy jól látszik, hogy ez a rész egészen idáig meg van trimmelve. Balukának egy ilyen kis tiritarka bundája van, nagyon kis finom pihékkel szegélyezve, és itt azt hiszem látjátok szépen végig, hogy macsika, hogy van elkészítve a kutya. Na most, amikor már idáig úgy nagyjából eljuttok, és következik a lába, azt is szépen ki kell fésülni mindenhol. Balukat. Akár le is fektethetitek. Maradj csak, itt nekem tudsz gyűlni, Balu. Választhatok természetesen egy nagyobb asztalt is, de most nekem éppen ez van, mert a trimmelő asztalom még sárga van. Akkor megfogjátok, és szépen kifésülitek a kutyának a szőrét egész könyöktől. És akkor itt is szépen tépkeditek a szőrét. Nem lehet ilyen nagy könyök szőre a kutyának. Abszolút. Ugye ezeket így szépen fogjátok, széthúzzátok fokozatosan, és szépen kiszedegetitek a szőrét. Na most mondom még egyszer, meg sokadszor, hogy ez egy hosszú folyamat, tehát ez nem 5 perc, nem egy óra hossza. Ez bizony, aki gyakorló fázisban van, azok több napba telik, már délutánba, hogy az ember ezt a hadműveletet végrehajtsa. Mi van a szájában? Mi van, balcsikám? Lehet, hogy szőr. Balú, mutasd szépen. Tehát szépen körbeszedegetitek lábát, lábaszőrét, mindenhol. Ezeket így, ugyanúgy, mint a testén, nyakán, törzsén, mindenhol nagyon szépen ki lehet szedegetni. És akkor természetesen haladtok tovább, haladtok a combja fele, haladtok végig. Megint mutatok egy másikat, mert én itt közben aztán gyilkolom mindegyiket. Gyere csak ide, Abu! Pixike! Hát Abunak meg már aztán éppen azt hiszem, hogy ez jól látható, hogy Abukának már ilyen tarajossűn bundája volt szinte. És ekkorának kell lenni. Ez egy isteni, finom, puha ajszőr, ami majd nő. És amikor olyan szépen felfésülitek, akkor még látjátok, hogy hol nincsen becsületesen megtrimmelve. De amit már úgy érzitek, hogy nem jön olyan egyszerűen és könnyen, az viszont már idei új szőr, amit ott kell hagyni neki szépen. És azt egy-két hónap múlva, amikor átfésülitek a kutyát, még ki lehet húzgálni. Most Abunak is ugyanúgy szépen, frizurája előre fésülve, pofikája neki is már teljesen készen van. Pixi. Szépen. Ó, mert itt az államom van valami. Ő is el van itt már egész idáig kezdve, mert ugye amelyik megunja, azt én leteszem, felveszem a következőt, amíg én nem unom, és neki is majd a lába következik. Na most kell még egy egyszerű olló. Ez egy bármilyen sima olló is megteszi, mert amikor már odáig haladtatok, hogy készen van a lábuk teljesen, Abukám. Maradjál szépen, maradjál. Na, ő meg aztán egy éppen feladja a leckét, fiú típus. Akkor egyszerűen megfogjátok a lábát, hozsikáljalak, és a láb köröm vonalánál szépen körbe kell nyírni, van, mintha egy körkörös papucsa lenne neki. Akkor nagy fejedet arrébb vinnéd, nem látok. Abu,